Mire kint vagyunk a szélén, és itt van hattunk egy 6-os 7-es. Egyébként azért választottam ezt a helyet, mert picit lejjebb 8-9-es víz is van alattunk, és ez már a sokadik raj, hogy egyszer csak így elvonulnak itt előttem. Úgyhogy szépen etetem is, próbálok fogni valamit közülük. Meg volt az első kapásom. Közben itt mennek a kenusok. Felel áll jó időben. Már edzenek. Kajasz természetesen jó, élős, csonti, giliszta, sötétebb, barnásabb kaja. A víz az nem teljesen tiszta. Úgyhogy kíváncsi lennék, hogy lenne valami. Egyébként a szerelék ez 20-as főzsinór, 20 g-os metódkosár, és az előké egy 18-as, körülbelül 10-12 centis, most nem méregettem igazából, hogy viszonylag közel legyen a kosárhoz, és azt is egy hungaroce golyóval meglebegtettem. A tű egy 12-es körüli méret, hogyha esetleg egy nagyobb dévérbe esne, azért meg tudjuk fogni, és 2-3 szem csonti, talán 3 van most rajta. Úgyhogy ha szépen eszik a keszeg, akkor nem gond ez a ringatózás egyébként, mert ugyanúgy látni azért, hogyha mohó oda kap a hal. Úgyhogy ennek így hátrányát nem érzem. Tehát annyi, hogy egy bot, amit kényelmesen tudsz használni, de én azt gondolom, hogy árérték arányban ennyi kompromisszumot megér a történet. Mindjárt újra dobjuk, hogy hoppá! Ugye, hogy mint mondtam, hogy van kapás. Hát nem erre a méretre számítottam, de legalább azért látjátok kajakból. Tehát ennyire ekkora méretű hal is lazán látszódik. Te aranyvirág, menjél úszá! Tehát ha ezt a méretű halat nem zavarja, hogy én bolyogok a hajó, én azt gondolom. Azt gondolom, a nagyobbokat sem fogja. Kicsit száraz a kaja, úgyhogy ezután vizezünk rajta. És ennyire. És már egyszerűen egy kapás volt. Tegnap partról pecáztam, és egész nap egy darab halat fogtam, és mindenképp új voltam, ha már van radar, akkor valamilyen hasznát kéne is venni. És ugye már most ilyen nyilván nagyon-nagyon hideg a víz, tehát 2,73 Celsius fokos, de látszik, tehát ahol ott a keszeg, ott bizony még a nagyon piciket is így kajakból meg lehet fogni, hiába ringatózik. Ha esetleg ilyen picik fognak jönni, akkor fogok rátenni csemegét. Most fel vagy pakolva, hogy még kinyújtózkodni sem nagyon tudok. De próbálom elkényelmeskedni picit, mert ha maradni akarok, akkor egy darabig. Már most egy fél órás beállás után vagyok olyan halas, mint tegnap 7-8 óra alatt. Jó, megnézem ezt is.
Lehet még megpróbálom hosszú lőkével, és akkor hát, ha jobban víz közt akár több hal lenne, csak mindjárt megnézzük. De nem tart sokáig kicserélni. Ez kapás volt. Pont leállította, azt hittem, hogy... Na, milyen hal ez? Elkapkodta. Várni kellett volna.